Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió péntek esti híradóját látják. Már is mutatjuk kiemelt híreinket. Elindult a diákok tájékoztatása a Sátoraljóújhelyi Közösségi Képzőközpont elindításával kapcsolatban. Új polgárőrautót adtak át Sárospatakon. Vértanúságra ítélve a görögkatolikus papok üdvöztetéséről készített dokumentumfilmet televízió két munkatársa. Sátoraljóújhely város önkormányzata és a Miskolci Egyetem között már megszületett az a szándéknyilatkozat, amelynek értelmében a felsőoktatási intézmény támogatja a felsőoktatási közösségi képzőközpont elindítását. A polgármesteri hivatal munkatársai elkezdték a környékbeli iskolákban az igények felmérését, és megkeresték a cégeket is, akik gyakorlati helyet biztosítanának a tanulmányi idő során az itt tanuló diákoknak. A felsőoktatási közösségi képzőközpont elindítása Sátoraljóújhelyben magas fokú előkészítést igényel. Fel kell mérni egyrészt a középiskolások igényeit, hogy milyen egyetemi szakok iránt érdeklődnek, másrészt a munkáltatók szakember igényét, hiszen ennek tükrében indíthat kihelyezett szakokat a Miskolci Egyetem a Zempléni városban. Ezt a feladatot a polgármesteri hivatal munkatársaiból álló csapat látja el. Valamennyi jelentősebb munkáltatót felkerestünk, abból a célból, hogy felmérjük egyáltalán a képzési igényeiket, a munkaerő szükségletüket, továbbá, hogy tájékoztatást kapjunk, illetve ígéretet kapjunk arra vonatkozóan, hogy a jövőben, hiszen ez egy hosszabb távú együttműködés, készek-e a munkáltatók együttműködni ebben a programban. A másik irány, ami az elmúlt napok munkáit jellemezte, az pedig a középiskolák megkeresése volt, hiszen a modell eredménye szempontjából itt is kiemelten szükséges az is, hogy a középiskolások nagyon pontosan tudják a modell működésének a lényegét, tudják azt, hogy a Miskolci Egyetem valamennyi képzése igény esetén elérhető. A tervezés folyamán kérdőíves felmérés során gyűjtöttek adatokat és információkat a középiskolásoktól, elképzeléseikről, mely adatok feldolgozása folyamatban van. Az új helyi egyetemi képzés elindítása mindenki számára előnyös lehet. A családok válláról anyagi terheket venne le, a cégek számára biztosított lenne a munkaerő, a városnak pedig nőne a lakosság megtartó ereje. A cégek, a munkáltatók ugyan nem azonnal, de a képzések befejeződésével jól képzett, helyben képzett munkaerőhöz jutnak. A hallgatók helyben képezhetik magukat, ezáltal csökkennek a kiadásaik. Jó a családoknak, hiszen egy-egy hallgató képzése hosszú éveken keresztül tekintve a kiadásokat jelentős anyagi terhet ró a szülőkre. És azt gondolom, jó a összességében a városnak is, hiszen egy munkaerő megtartással, lakosság megtartással és pozitív demográfiai irányokkal számolhatunk. A vállalkozások, középiskolások tájékoztatása, az információszerzés és az elemzések készítése mellett az önkormányzat a városban élők informálására lakossági fórumot is tervez, melyen a cégek és a Miskolci Egyetem képviselőinek jelenlétében valamennyi a kihelyezett egyetemi képzés indításával kapcsolatos tudnivalót ismertetnének. Kovácsvágás és Sárospatak polgárőrségei vehették át elsőként új autóikat. A civil szervezetek pályázati forrásból kapták a terepjárókat, amelyek beszerzését teljes összegben támogatta a vidékfejlesztési program. A szervezetet nagy lehetőséghez jutottak, országosan 427 új járművet vesznek át a következő napokban a helyi polgárőrségek. Összkerék meghajtásos 120 lóerős és vadonatúj. Ezek a legfőbb jellemzői azoknak a járműveknek, amelyeket a polgárőrök vehettek át a Sárospataki Márka szalomban. Még a nyár elején a vidékfejlesztési pályázatok részeként lehetett a települési polgárőrségeknek új járművekre pályázniuk. Az ünnepélyes átadón elhangzott, a lakosság bizalommal van a civil szervezetek iránt, akikre egyre több feladat hárul. A minőségi munkavégzéshez pedig műszaki fejlesztésekre is szükség van.
A technika fejlesztésének az egyik csúcspontja az, amikor a kormány lehetővé tette, hogy a Vidékfejlesztési Minisztériumon keresztül tudtunk pályázni gépkocsikra, és 427 darab gépkocsit nyert az Országos Polgárőr Szövetséghez tartozó egyesületek ezen a pályázaton. Most két település polgárőrségének képviselői vehették át az új autókat. Kovács Vágáson eddig úgy jött ki a négy kerék a járőrözéshez, hogy két kerékpárjuk volt. Számukra létfontosságú a kocsi megszerzése. Első között vehetjük át az autót. Hasznos lesz a polgárőrség működése szempontjából, ahogy elnök úr elmondta az átadáskor. Ez sokat fog javítani a polgárőrség, polgárőr egyesület működésén, hatékonyságán. Javítani fogja a lakosságnak a biztonság érzetét, hiszen a szolgálat ellátásához esős időben, téli időben különösen, ami addig nem volt egy szerencsés dolog, most már az autó rendelkezésre fog állni. Eddig mivel tudtak járőrözni, mit használtak? Hát két kerékpárunk volt. Az új jármű Sárospatakon egy Lada Nivát vált le. A parancsnok azt mondja, már az üzemanyag költségük is jelentősen csökkenni fog. Nagyjából 5-6-szor kevesebbet fogyaszt majd az új terepjáró. A fogyasztás jónak tűnik, 5,6 liter a fogyasztása a Nivával szemben, amikor 2013-ban 30 litert 110 kilométerre megette, tehát de extrém időjárás volt. Nagyon örülünk annak, hogy a kormány így támogatja a polgárőrséget, tehát ő hozzájárulása nélkül ez nem tudtuk megoldani. A Polgárőr Egyesület elnöke szerint eddig is mindent megtettek a közbiztonság javítása érdekében. Munkájukat megyei és országos szinten is többször elismerték, most pedig olyan eddig nehezen elérhető helyekre is eljuthatnak majd, amellyel a város teljes közigazgatási területét ellenőrizhetik a polgárőrök. Én azt hiszem, hogy az a munka, amit elkezdtünk, ezzel az autóval még tökéletesebb, még gördülékenyebb lesz, hiszen ez egy összkerék meghajtású, akár terep bejárására is alkalmas személyi gépkocsi, tehát így most már a belváros közbiztonságának a megóvása mellett egyre nagyobb energiát tudunk és időt tudunk fordítani a külterületekre, a berekre, a külterületi részekre, lakott területekre, az erdőkre, vagy éppen a szőlők között vezető dűlőutakra. Az egyedi felszereltsége rendelkező autók mellé négy új téli abroncs is járt, a márka képviselet 4 éves garanciát biztosít, valamint 150 000 forintos üzemanyag utalványt is adott a szervezeteknek. A helyi szalon pedig 1 éves ingyen szervizzel támogatja a polgárőrség munkáját. Szeptember 26-án, azaz szombaton 17 óra 25 perctől látható majd a Duna World műsorán a Zemplén Televízió két munkatárs által készített legújabb dokumentumfilm. Mezősi Tamás és Mezősi Nagy Marian, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap média mecenatúra pályázatának köszönhetően készítette el a Vértanúságra ítélve című filmjét. Az alkotópáros korábban a Sárospataki könyvek hazahozatalát dolgozta fel, most pedig Romzsa Tódor görögkatolikus vértanúpüspök életét és a Kárpátalján élő görögkatolikus papok üldöztetésének történetét dolgozták fel. Kategóriában újabb alkotásra gyarapodott a Zemplén Televízió. Az MTVA média mecenatúra támogatásával Mezősi Tamás és Mezősi Nagy Marian már második filmjüket készítették el. A második világháborúban elhurcolt, majd a közelmúltban Sárospatakra hazahozott egyedülálló könyvek sorsa után most egy újabb Zemplénhez is kötődő ember életét dolgozták fel. Neves szakértők segítségével Romzsa Tódor görögkatolikus vértanú püspök életét, mártíromságát, valamint mint a Kárpátalján élő görögkatolikus papok üldöztetését mutatják be 52 perces dokumentumfilmjük segítségével. Elindultunk onnan, hogy Romzsa Tódor születésétől, munkásságától, papi tevékenységét bemutattuk, nyilván magát a mártíromságát is, hogy miért is lett ő vértanú, és ezzel párhuzamosan a filmben pedig bemutattuk azt, hogy hasonlóan kárpátaljai görögkatolikus papok hogyan lettek tulajdonképpen a saját maguk módján is vértanúk, illetve áldozatai ennek az időszaknak. Az egy éven át tartó filmkészítés alkalmával a témában jártas neves szakértőkkel a stáb számos helyszínen forgatott. Így Sárospatak mellett jártak Pécsett, Budapesten, külföldön, Kárpátalján, Ukrajnában, Ungváron, Munkácson és Olaszországban is. A római forgatás egy ilyen jó példa erre, hogy olyan helyekre jutottunk el, ahova egy átlagember nem. Ilyennek ezek a papnevelő intézetek, ez a Russicum, a Germanicum et Hungaricum. A Russicum az egy annyira érdekes hely, hogy tehát Magyarországról nagyon kevesen jutnak oda benne.
Az ilyen igényes, sok időt és energiát követelő dokumentumfilmek elkészítéséhez szükség van külsős anyagi támogatásra, hangsúlyozta a film producere, a Zemplén Televízió ügyvezető igazgatója. Ezek az alkotások azért is fontosak, mert a alkotásban résztvevők egyfajta bizalmat kapnak, hogy nem csak a apró televíziós műsorfolyamokban felkészültek, hanem olyan dokumentumfilm és olyan ismeretterjesztő film kategóriában is, amit országos zsűri ellenőriz és sorol be, és úgy gondolom, hogy ebben az elmúlt években nagy sikerünk volt, hiszen már a harmadik ilyen filmet kapjuk. Az alkotók valamennyi korosztály számára ajánlják a filmet, hiszen az ismeretanyag mellett a megszólalóknak köszönhetően mély lelki tartalma is van az alkotásnak, amelyet holnap délután 5:30 láthatnak először a Duna Televízióban. A Sárospataki Árpád vezér gimnázium több diákja szerzett sikereket hazai és nemzetközi versenyeken. Az ehhez szükséges tudást tanórákon kívüli képzéseken szerezték. Lukács Péter és társai az ausztriai Linzben megtartott nemzetközi fesztiválon képviselték Magyarországot, ezzel nagy lépést tettek a jövőbeli karrierjük érdekében. Egy furcsa nevű, a szabadfogású számítógép nevű versenyen ért el kiemelkedő eredményt Lukács Péter. A Sárospataki Árpád vezér gimnázium diákja évente több alkalommal is részt vesz versenyeken, ahol rendre az élmezőnyben végez. Legutóbbi sikere arra is elég volt, hogy meghívást kapjon a Linzben megtartott nemzetközi tudományos fesztiválra. Ide a C3 alapítvány versenyén elért sikerével jutott ki, a hangsebesség mérésével hívta fel magára a figyelmet. Erre készítettem egy ilyen hangsebességmérő eszközt, aminek az a különlegessége, hogy egy szimpla kis palacsintasütő segítségével tudom mérni. És természetesen ez kellene még szenzorok, meg egy számítógépes program, amit a National Instruments MyDoc és LabVIEW eszközök segítségével készítettem. A palacsinta sütéses hangsebességmérés sikere egészen Ausztriáig kitartott, ide 4 diáktársát is vihette magával. Az egyhetes programon szakmai konferenciákon vettek részt, előadásokat tartottak a különböző országból érkezett fiataloknak, de természetesen feladatot is kaptak. Nagyon sok fiatal volt, ők köztük Németországból, Svájcból, több országból Európa szerte. Ez egy nemzetközi fesztivál volt, és a mi feladatunk az volt, hogy kaptunk egy hangfelvevőt, aminek a segítségével a városban és a fesztiválon különböző zajokat kellett felmennünk, és ebből egy hangszerkesztő program segítségével kellett zenét csinálnunk, és a program használatát azt meg is mutatták, nekünk megtanították, és a vezetőnk az egy német zenész férfi volt, egy fiatal német zenész. Anikó gyógyszerész szeretne lenni, Péter kutató vagy programozó. Egyelőre az érettségére koncentrálnak, de azért egy-két programozó versenyen idén is részt akarnak venni. Felkészítő tanáruk azt mondja, örülne, ha a mindennapos testnevelés mintájára a természettudományok oktatásának erősítésére is születne egy jó szabályozás. Iskolánknak, mivel az izomra már elég sok óra van, a többet észre, mint erővel, erre is kell hagyni valamennyi időt. Így aztán persze ezt órakeretekben nem tudjuk csinálni, tehát ezek a gyerekek, akik itt dolgoznak, közöttük például Peti, aki ilyen sikeres volt, ő még nyáron, júliusban is minden szerdán itt találkoztunk az iskolában. A gimnáziumi évek elért alapjaihoz jó pályaválasztásra is szükség van majd, amelyhez szintén segítséget nyújtanak a tanárok is. 5. István királyra emlékeztek Sátoraljaújhelyen. A városi kiváltság levelet adományozó Árpádházi király ünnepét minden esztendőben szeptember 24-én a város napján szervezik meg. A nevét viselő katolikus szakközépiskolában és gimnáziumban, majd a piarista kollégium előtt felállított szobornál. 5. István királyt apjával, 4. Bélával való csatározása miatt ismerik a legtöbben hazánkban. Az Árpádházi király Sátoraljaújhelynek ettől többet jelent, hiszen 1261-ben ő adományozta a településnek a városi kiváltság levelet. A 754 éves Sátoraljaújhely szeptember 24-én ünnepli születésnapját, erről természetesen az 5. István katolikus szakközépiskola és gimnázium tanulói is megemlékeznek. Igaz, nehéz a mai modern fiatalok
fiataloknak példaként állítani egy középkori uralkodót. Amellett, hogy nagyon nagy viszály volt az édesapja között, de ugyanakkor tisztelte a szülői tiszteletet és a megbecsülést próbáltam eléjük állítani. Délelőtt a középiskolások, délután a város ünnepelte 5. Istvánt, aki csupán krisztusi kort ért meg, ám Sátoraljaújhelynek mégis sokat adott. Szent Margit testvéréről, a második honalapító 4. Béla fiáról tartalmas történelmi áttekintést adott Budainé Bodnár Edit, a Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatója. Még az uralkodói személyiség fejlődés csúcsánál józan, de érzelemmel is telt egyéniség, van akarata, szabad elhatározása. Bíró és katona. Nem misztikus típus, mint Margit húga vagy nényei, Jolánta és Kinga. Nem ismeri a kegyetlenséget, a ravasságot és a bosszúállás sem. Benne fellobban még a lassan egész Európában kivesző igazi lovagkirály lelkület. Az ünnepség végén az önkormányzat, a városi intézmények, az iskolák és a civil szervezetek koszorúzták meg a piarista templom előtt álló 5. István szobrot. Egy hulladékszállító autó szakított gázcsonkot Sátoraljaújhely belvárosában. A gázömlést a gyorsan a helyszínre érkező tűzoltók szüntették meg, a környéken így nem kellett kizárni a szolgáltatást a többi lakóházból. Ma délelőtt a hulladékszállító vállalat egyik autója tolatás közben szakított el a színházköz egyik épületénél álló földgázcsonkot. A gáz kiömlésre gyorsan reagálni tudtak a tűzoltók, akik több autóval siettek a helyszínre, hiszen a riasztás alapján nem tudták azonnal megítélni, mekkora a baj. Ömlött a gáz folyamatosan, kiérkeztünk a helyszínre, tapasztaltuk mi is, hogy ömlik a gáz, biztosítottuk a helyszínt, illetve egy fogó segítségével el tudtuk zárni a gázcsonkot, így lakosságvédelmi intézkedésre sor nem került. A tapasztalatok azt mutatják, hogy legtöbbször emberi mulasztás miatt történnek ilyen káresetek. Sátoraljaújhelyen a legutóbb a Csokonai utcában árokásás közben szakítottak el gázvezetéket. Akkor rövid időre az ott lakóknak házaikat is el kellett hagyniuk. Szerencsére a színház közben erre nem volt szükség. 9. alkalommal tartották meg a hollóházi porcelán koronglövő kupát a zempléni koronglőtéren. Dunántúlról, a fővárosból, Szlovákiából és Romániából is érkeztek versenyzők, hogy legjobb tudásukkal harcoljanak a helyezésekért. Az idei versenyt az is különlegessé tette, hogy Igali Diana, a 2004-es aténi játékok aranyérmese, jelenleg a Magyar Sportlövő Szövetség alelnöke is az indulók között volt. A három érem, ami miatt érkeztek a résztvevők a hollóházi porcelán koronglő kupára. Már 9. alkalommal rendezték meg ezt a versenyt a zempléni koronglőtéren. Az indulók számában idén sem volt hiány, a versenyre végül a szomszédos országokból is érkeztek. Mondhatjuk, hogy ez egy igazi országos és nemzetközi verseny. Az ország minden tájáról, Pest, Békés Csaba környéke, Nyíregyháza, Debrecen, illetve a régió emberei, Sárospatak, Tokaj, illetve Szlovákiából és Romániából is jöttek lövők. A Hercegkút Kishegyen a sportág egyik mestere is jelen volt. Igali Diana szkítlövő, olimpiai világ és Európa bajnok. A 2004-es aténi játékok aranyérmese, jelenleg a Magyar Sportlövő Szövetség alelnöke, és a tavalyi év végéig a koronglövő szakág vezetőjeként dolgozott, ugyanakkor versenyzői pályafutását még mindig nem zárta le. Igaz, a korongvadászat nem az ő száma, de nagy örömmel érkezett Zemplénbe, a pálya nehézségéről már sokat hallott, most személyesen is kipróbálhatta. Én tudtam, hogy jó, gyönyörű, szép helyre fogok érkezni, Tokajban már többször jártam, illetve a versenytársaim már meséltek erről a pályáról és a szíves látásról, vendéglátásról. A korongok, ahogy be vannak állítva, az profi, professzionális. Hát a helyszín az meg adott, úgyhogy ezt Geriék maximálisan kihasználják, és csodálatos korongokat adnak, és azt mondom, hogy élvezhető és egy kellemes időtöltés volt ez a mai nap verseny. Nagyon izgalmas verseny keretében. Az egész délelőttöt kitöltő koronglövő verseny rendben lezajlott, semmilyen gond nem történt. A barátságos versengést az is erősítette, hogy közös ebédet fogyaszthattak el a résztvevők.
Híradónk végén főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Elindult a diákok tájékoztatása a Sátoraljóújhelyi Közösségi Képzőközpont elindításával kapcsolatban. Új polgárőrautót adtak át Sárospatakon. Vértanúságra ítélve a görögkatolikus papok üdvöztetéséről készített dokumentumfilmet televízió két munkatársa. Kedves nézőink, Önök az Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megtekinthetik a www.zemplintv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplintv@zemplintv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 0620 667 27 70-es telefonszámon. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok Önöknek, viszontlátásra!